Ami igazat mond, de senki nem hisz neki. A termoszok titka! A kerekteremben, amelynek padlójára napot rajzoltak, dühösen járkált a tenger királynője, csupán egy lepedőbe burkolózva. A termoszokat szorongatta, a fehér lepedő meg állandóan lecsúszott a válláról, azt is fognia kellett, akár most jött volna ki a fürdőből. Az öt rák parancsnok fejvesztettel futkosott mögötte, és elkeseredetten, bosszúsan ingatták a fejüket. Ki lehetett vajon? Ki lehetett vajon? Mi hasznák? Szitta őket a királynő. Miféle parancsnokok vagytok? Bepanaszolak titeket a tábornokotoknál. Hol vannak a páncélos rákjaitok? A palotám közepén levetkőztetnek, és nincs, aki megvédjen. Megfőzetlek benneteket! Feltétlenül megfőzetlek. Az egyik sarokban állt a három szabórák. Ahányszor csak a királynő elment előttük, a földig hajoltak, és kórusban kiáltották. Új, sokkal szebb ruhát varunk felségednek. Az égszerész Poli pedig, amely mögöttük állt, Észgalmában újra rákezdett a dalocskára, még tapsolt is hozzá. Elég, toppantott a tenger királynője. Nem a ruháimat bánom, de hogy engem levetkőztessenek, engem, titeket is megfőzetlek, titeket is, egy szót se halljak. A szaborrákok a földre borultak, a polip pedig hirtelen abba hagyta a dalt. Karjai görse kötöttek. Mindig ez történt vele, ha megijedt. A másik sarokban a két fogorvos állt. Törték a fejüket valamin. Időnként egymásra néztek, majd a királynőre pillantottak, azután hallgatagon bólintottak egymás felé. Úgy látszott, nem kell túl nagy bizalmat bennük, a rákok urnője lepedőbe burkolózva. A tenger királynője odalépett hozzájuk. Ej, csak tudtam, ki volt az a rabló, aki levet köztetett. A fogorvosok ismét egymásra néztek, és hallgatagon bólintottak. Szóljatok hát, mit ingatjátok a fejeteket? Nyaktornát rendeztek? De a fogorvosoknak nem volt idejük felelni. Kintről csattogó díszlépés hangzott fel: Tap-tup, tap-tup. Elsőnek a rákok görbetábornoka lépett be a terembe. Lassan, méltóság teljesen lépkedett, valamennyi érdemrendjét és kitüntetését kiaggatta, és mivel kövér és gömböjded volt, leginkább egy párnához hasonlított, érdemrendekkel és kitüntetésekkel teleszurkálva. Mögötte jött Ami királynői ruhában, Ami mögött pedig a páncélos rákok százai masíroztak. A tenger királynője megdöbbent. Elkezdte tapogatni és csipkedni önmagát, hogy megbizonyosodjék róla. Ő valóban ő, nem pedig az a másik, aki a rákok tábornoka mögött jön. A rákok megzavarodtak, hol amira, hol a királynőre néztek, és úgy ingatták a fejüket, mint az óra inga. Ettől elszédültek, és mélyen meghajoltak mindkét kislány felé, mert nem tudták bizonyosan, melyik az igazi királynő. A Polip valósággal rosszul lett. Megpróbálta eltakarni a szemét mind a nyolc karjával, és nem mert felpillantani. A fogorvosok kimeresztették a szemüket, és egyikkel amit, a másikkal a királynőt nézték. Így álltak, és meg sem moccantak. Már attól lehetett tartani, hogy egész életükre kancsalok maradnak. A rákok tábornoka észre se vette a fehér lepedőbe burkolt igazi királynőt. Szigorúan végignézte az öt rák parancsnokot, és megkérdezte: Miért nem köszöntitek a királynőket? A parancsnokok sorba álltak, tisztelegtek, és elkiáltották magukat: Éljen a királynőnk! Valami különös recsenés hallatszott. Az egyik rákparancsnok hátrafordult, hogy megnézze az igazi királynőt, és kitekeredett a nyaka. Úgy maradt, hátrafelé fordított fejjel. Állítólag ez nagyon hasznos a rákparancsnokoknak, így jobban tudják intézni a dolgaikat. Az ékszerész polip és a szabórákok hasra vágottak a padlón, és sírva fakadtak. Héljen a királynőnk! A fogorvosok érthetetlen szavakat mormoltak, valami ilyesmit. Hmm, hmm, igen, hmm, a, a királynőnk. Eközben minden esetre továbbra is a két irányba néztek. Ami leült a fehér kőkarosszékbe, a piros párnákra, és így szólt, mivel nem akart hazudni. Figyelmeztetnem kell mindenkit, hogy nem én vagyok a tenger királynője. Mindenki csodálkozva mocorgott, félénken nézegettek egymásra, a polip még meg is remegett. Ekkor a rákok tábornoka felkacagott, utána felkacagott az öt rák parancsnok, azután a páncélos rákok százai egyenesen hahotázni kezdtek. A három szabó rák időnként felnevetett, mivel nem tudták, mi olyan mulatságos. A poli pedig mind a nyolc karjával csiklandozta magát, hogy együtt kuncoghasson a többiekkel. A fogorvosok nem tudták, mit tegyenek. Hol nevettek? hol úgy tettek, mintha ez nem nevetés volna, hanem köhögés vagy tüszentés. De hát miért nevettek? kérdezte Ami. Hiszen felséged épp az imént kegyeskedett becsapni bennünket. Nevetett könnyezve a rákok tábornoka. És ez a legkitűnőbb hazugság, amit életemben hallottam. A legpompásabb hazugság, üvöltötték a páncélos rákok százai. A legragyogóbb hazugság, Szőkölték a szabórákok. A legbrilliánsabb hazugság! A legbrilliánsabb hazugság! sikította a Polip. Ami nem tudta, mit csináljon, hogyan győzze meg őket? A tenger királynője olyan arcátlanul hazudozott eddig, hogy senki sem hitt neki. Ekkor maga a királynő kiáltott fel. Igazat mond! A rákok tábornoka ráförmett. Hallgas kislány, egy királynő nem mondhat igazat. De nála vannak a termoszok, a termoszokban pedig a nagy titok. Egyszerre mindenki abba hagyta a nevetést, suttogni kezdtek. A termoszok, a termoszok. A termoszokban van a nagy titok. Most ami nevette el magát, ezébe jutott, mit mondott neki az aranyhalacska. A termoszok üresek, mondta. Nincs bennük semmiféle titok. Nyissuk ki kiáltozták a rákparancsnokok. Máskor nem merészeltek volna a királyi titkok iránt érdeklődni, de ma minden más volt. Kinyitották a termoszokat, csak ugyan, őresek voltak. Csak az egyiknek az alján volt egy kevéske limonádé. A rákok tábornoka megfogta a tenger királynőjének a fülét, és odapenterítette, ami elé. Mit parancsol felséged? Mit csináljunk ezzel a szemtelen kislányjal? hiszen rettentően hazudós. Tényleg rettentően hazudós, ami megdörzsölgette az orrocskáját. De mit csináljunk vele?